Keci hideg van. Na, hát üdvözlök mindenkit akkor a mai újabb csodás vlogolós részben. A reggeli nagy szervíz, reggeli, napközbeni megvolt, úgyhogy induljunk utunkra. Jó, nem basztunk el senkit. Most már fázik, nagyon jó. Na, szóval, mai részre én úgy gondoltam, mint azt már jó pár autós youtubertől láttam, legtöbben ugye, miután bemutatják az autóikat, elmondják, hogy mit is szeretnek az autóikba, illetve gyakorlatilag a típusba, amit választottak. Hát most ugye a jelen esetben a Mustangról lenne szó, ami ugye az új embereknek, akik nemrég iratkoztak föl, nem biztos, hogy sokat mond. Maradjunk annyiba, hogy az A-korzáról lenne szó. Here's the word to the wise and all you chicks and guys. It's cool, it's neat, and it's made just for the street. It's fun and it's flip. It don't do more than sip. It's got a bunch, honey bunch. So take it out to lunch. It's got an ooh, it's got an It's the coolest car by far. You can have five, and it's slick. And boy, isn't that quick. Get in, take a drive. That's all it takes to jive. That's it, that's the Nova. The car that's taking over. And you'd better believe it. Hát gondoltam, jaj, kátyú. Gondoltam, pár gondolatba összeszedem, hogy miért is jó ez a típusú autó, vagyis hát nekem legalábbis miért tetszik annyira. Azt nem mondom, hogy miért választottam, mert ez egy nagyon nagy véletlen volt, hogy én A-korzát vettem második autógyanánt. Ezt már biztos elmeséltem a videóban, hogy kellett egy autó, amikor az asztalra letérdelt, és hát épp volt itt a környéken egy relatív jó autó, amit persze miért is ne egy A-korza volt, amivel azért szemeztem egy ideje, mert szerintem egész nagy feeling. És végül is ezért esett erre a választás. Na! Basz! Kurva úthibák! Anyád! Na, hát szóval, első körben is talán a legnagyobb szempont, amiért az A-korza meg is megéri, az ára. Bezzeg, beszarok a Renault-on, fölváltva villog az index, meg a helyzetjelző. Na, szóval az ára. Ugye, mint biztos mondtam már a videóimban, én a Mustangt egy 100-asért vettem gyakorlatilag annó. Ez most már 3 éve volt? Ja, 3 éve volt, vettem a Mustangt. Nem bántam meg a mai napig igazából. Azt nem mondom, hogy az árérték arányban, hogy az árát mennyire tartja, mert hát most igazából szerintem egy normális állapotú A-korza a mai napig 100-as bőven, de még akár többet is. Patent állapotú A-korzákat láttam már 3 kilóért is, hogy hirdették. Kérdés az, hogy ki mennyit hajlandó fizetni egy ilyen relatív öreg autóért. Ugye most jelen esetben egy 86-os autóról beszélünk. Az
az újabbak, ugye a 90 utáni, az A2-esek nagyban igazából nem különböznek, annyi, hogy ott már nem nagyon van karburátor a motorba. Inkább csak injektoros motorokkal találkozik az ember. Én azt tudom tanácsolni mindenkinek, aki kezdő autót keres, az mindenképp gondolkodjon el egy A-Corzán. Ha olcsón akarsz autót venni, ami jó is, én szerintem maradj az A-Corzán. A második dolog az ár után, a fenntarthatóság. Na már most, én úgy gondolom, hogy például az én esetemben a mustárt fenntartani kurvára nem kerül sokba. Na most így egy gyors fejszámolás után, hát gyakorlatilag most én fizetek a Corzára egy évre kötelező biztosítást adóval együtt, jól emlékszem, 10.000 forintot. Jó, most nyilván ehhez nagyban hozzájárul az, hogy öreg autóról beszélünk. Nekem most már jó pár éve van autó a nevemben, ugye volt az Astra, most a Corza. Ugye B6-os kategóriába vagyok besorolásba, úgy az se egy rossz dolog. A koromból kifolyólag is ugye. Úgyhogy igen, mondom, hogy ilyen 10.000 forint körülbelül egy éves kötelező biztosításom az autóra. Hát most ez kis kulisszatitok, de súlyadót nem fizetek a Corzára, mivel nem tudom, hogy ki van vele tisztában, illetve ki nincs, hogy amennyiben egy mozgássérült nevén van egy autó, és annak az éves súlyadója nem haladja meg a 13.000 forintot, abban az esetben lehet kérvényezni, hogy ne kelljen kifizetni, és ugye hát 99%-ban ezt el is engedik. Úgyhogy én a Corzára nem fizettem még soha súlyadót, de bocsánat, rosszul mondom, amíg az Astra is a nevemen volt, ugye ez csak egy autóra vehető igénybe, de most én ugye az Astrára vettem igénybe, de mióta az Astra nincs a nevemen, azóta... Azóta egy autó van csak, arra meg el tudom intézni, úgyhogy gyakorlatilag súlyadóm nincs. Következő fenntarthatóság terén, ugye most a benzinköltség. Most nem nagy képűségből, de a Corza 4-5 liter között fogyaszt, akármit csinálsz vele. Ez jó, nyilván ehhez vannak a kisebb vezetéstechnikai dolgok is, például, hogy a piros lámpa előtt nem besatúzol a fékkel, hanem szépen lassítasz, STB-STB. De hát ennek mindenki nézzen utána, én így is spórolok. És hát gyakorlatilag mondom, 4-5 liter százal. Jó, most itt télen biztos több a fogyasztás, főleg most még a szél is fúj, meg minden. De én úgy szoktam, hogy egy 5000-es tankolok bele, abból a városon belül vígan egy olyan 3 hétig körülbelül elkocsikázok. Jó, városban nagyon nincs használva, a bevásárlásra van, munkába járásra, ilyen dolgokra. Az a baj, hogy azért is többet eszik, mert gyakorlatilag be sem melegszik az autó, mire beérek munkába. Aztán hidegen a szivató még pörgeti a motort, mint az állat. Hát még most is már jöttem, nem tudom hány kilométert, és még a kék csík tetejénél van csak a vízhőfokmutató. Úgyhogy igen. Hát jó, most azért belenyomunk egy 10-en pár kilométert. Jaj, de rángatja a szint. Úgyhogy most be fog azért melegedni. Úgyhogy azt mondom, hogy fenntarthatóság terén kurva, mennyit emelt is barom. Kurva anyád. Szóval a fenntarthatóság terén megint csak kurva jó. Harmadik dolog, ami szerintem azért megint csak egy fontos része az egésznek, az alkatrészek. Na már most A-Corzához szaré húgyért lehet venni alkatrészt, én úgy gondolom. Akár újról beszélünk, ha meg használtról vagy bontóból, akkor aztán meg végképp. Sajnos egyre kevesebb A-Corza van már, ahogy észrevettem. És hát ugye a legtöbb az ugye mi? Balesetezik, akármi, valaki megunja, szétrohad, és akkor úgy van vele, hogy jobban kijön bele, hogyha elbontja. Hát most ez kérdés, hogy valakinek jobban megéri, vagy nem. Nekem biztos, mert szeretek a Corza alkatrészeket vásárolni, ha más nem, akkor tartalék célra, vagy akár tovább értékesíteni. De igen, elég nagy piac van rá, akár utángyártott, akár gyári,
egy gyári után gyártott, úgymond, piac terén. Tehát egy komplett műszakira való felkészítés, például lófasz. Most azt mondom, hogy szerintem a Korzának a legdrágább alkatrésze. Hát most pont néztem, hogy a komplett homlokfalat egy 10-esért tudtam volna venni. Újat. Új után gyártottat. Most 10 000-ért az lószar például. És a komplett elejét megcsinálod a kocsinak. De úgy gondolom, hogy ez megint egy realisztikus ár, úgyhogy igen. Ha valami beszarik rajta, kurva egyszerű szerezni alkatrészt. Amiből következik a következő pont, ez pedig a szerelhetőség. Na már most, hogyha az ember egy kezdő szerelő, vagy hobbi szerelő, vagy hogy mondjam, és szeretné megtanulni a dolgokat, egy Korza szerintem teljesen alkalmas erre a dologra. Attól függ, hogy például motorterén mit választasz. Én megmondom őszintén, a karburátorokhoz full hülye vagyok. Úgyhogy karburátoros autóval nem szeretnék foglalkozni, mármint a motor részével. De azon kívül a többi az pofon egyszerű. Tehát ha kezdő autót keresel, amint gyakorolhatod a bütykölgetést, megismerni az autó felépítését, A-Korza mindenképpen jó lesz. Következő pont, ami szerintem egy olyan szubjektív dolog, de például a külalak. Nekem speciál tetszik az A-Korza formája. Igen, régen még az úgy tudtak autót tervezni. Jó, sokaknak egy doboznak néz ki. Nekem tetszik. Speciál mondjuk pont a GS-ik, vagy az SR, a TR az kezére tetszik. És akkor megint beleékeztünk a fél kategóriába. Kurva anyád! Na igen. Apró megjegyzés, vegyetek egy normális kibaszott telefontartót a szélvédőre. Faszom, ki van ebben a gagyi kínai lófasszal, ami 500 forint volt, de a bírta egy 7-ig körülbelül, aztán utána folyamatosan leesik a szélvédőről. Na, szóval visszatérve. A GSI, SR, TR változatok, sőt, havernak van a Spider, az kurva jól néz ki. A Spider, akik nem tudják esetleg, az az A-Korza Cabrio. Ami megint csak egy szerintem kurva fasz autó, kinézetre legalábbis. Igen. Úgyhogy kinézettel se lehet gond, főleg ha rendbe tartod, és nem akar szétesni alattad. Nem is tudom, mit akartam még mondani ezzel kapcsolatban. Ja, igen. Jaj, ott egy hajó. Baszd meg. Garázsok között egy hajó. Igen. A belső tere arra, amire való, tehát nyilván nem egy családi autóról beszélünk, de a belső arra, amire szeretnéd használni, A-ból B-be elmenni, bevásárolni, STB teljesen ideális. Négy ember mérettől függően nyilván kényelmesen elfér benne, kettő az tuti. Hát hátra max két gyerek. De azt mondom tényleg, hogy na, közben megérkeztünk. Szóval, szerintem ilyen szempontból gond nem lehet az autóval. Hát gyakorlatilag ez a pár dolog lett volna, amit így szerettem volna elmondani nektek. Vlogolás címszó alatt. Kommentbe írjátok meg, hogyha nektek más a véleményetek, aki nyilván A-Korzával rendelkezik, de a saját autótokat is leírhatjátok. Főleg, most nem sértésből, de inkább a régi autók, tehát az ilyen 80-as, 90-es évek autói az, ami jobban érdekel. Az újak nem igazán hoznak lázba, megmondom őszintén, mindegy kaptafára készül. De mindegy. Szóval ennyi lett volna ez a kis mai vlogolós videó. Tetszett, dobj egy lájkot, iratkozz föl, csatlakozz. Köszönöm az új embereknek, akik jöttek a csatornára. És ha jól láttam, 128-an vagyunk, már azért valami lesz. Jó, hát akkor gyakorlatilag találkozunk a következőben, és köszönöm, hogy megnézted a videót. Tudom, hogy kezd unalmassá lenni, vagy válni, nekem is. Inkább most már összemocskolnám a kezem, de annak nincs értelme, hogy
bemegyek, összekoszolom magam, aztán hazamegyek. Semmi értelme. Alkatrész nélkül mit csináljak? Úgyhogy rövidesen azzal is folytatjuk, de akkor találkozunk a következőben addig is. Sziasztok!